Paprikás krumpli, száraz élelmiszer és ruhanemű várta az ételosztásra érkezőket. A szervezők második alkalommal hívták és várták a rászorulókat a Békevárosi részbe. Az esemény főszervezője Szatmári Zoltánné elmondta, szeretnék rendszeresen megszervezni az akciót. Az első márciusi alkalom után ezúttal száraz élelmiszert és ruhaneműt is tudtak biztosítani az arra igénytartóknak. Az egyik hölgy nagyon kedvesen felajánlotta, hogy neki vannak nagyon sok ruhái, és hogy ide csatlakozna hozzánk ruhaosztásra, úgyhogy nagyon örültünk ennek is, mert így akkor nem csak étel, de ruhát is tudnak válogatni maguknak. Természetesen gyerek és felnőtt, illetve női és férfi darabok közül is lehetett válogatni. A ruhaosztás szervezője Endre Fikonics Julianna elmondta, várják és szívesen fogadják a további felajánlásokat is. Elsősorban szoktam hirdetni, hogy mi az, amikre szükségünk lenne. Tehát ez is egy része a munkának, úgy mondom, hogy háttérmunka tulajdonképpen. Van, amikor célzottan hirdetem, hogy mi az, amire szükségem van, hogyha felkeresnek családok, és azt mondják, hogy X méretű ruha kellene fiúra, lányra, női, férfi. Van, amikor pedig úgy ámblok, kérek ruhákat. Az ételosztás szervezői bizakodva tekintenek a jövő felé, ugyanis remélik, hogy egyre több alkalommal egyre több rászorulónak tudnak ismét meleg ételt és egyéb adományokat biztosítani.